Így tette le állampolgársági esküjét a székesfehérvári kézilabdázó. Triscsuk Krisztina még a régi szabályok szerint indította el az eljárást. És az a irat, ami igazolja, hogy Magyarországon milyen jogcímen tartózkodik. Itt a Székesfehérvári járási hivatal hatósági főosztályán várják azokat az ügyfeleket, akik magyar állampolgárokká szeretnének válni. A hónap elejétől ugyanis a formanyomtatványok itt is elérhetők. A magyar állampolgárságról szóló törvényt március 1-jével módosították, illetve annak a végrehajtási kormányrendeletét. A módosítás értelmében az anyakönyvvezetőkhöz március 1-től nem lehet fordulni magyar állampolgárság megszerzése iránti kérelemmel, illetve az arról történő lemondása és az állampolgársági bizonyítványok kiadását sem ott rendezik már. Az állampolgársági kérelmeket eddig az anyakönyvvezetőknél lehetett benyújtani, az országgyűlés által elfogadott törvény azonban kibővítette az eljárás elindításában résztvevő hatóságok körét. A változás értelmében 4 helyen lehet ezeket az ügyeket rendezni, megindítani, a kormányhivatal járási hivatalainál, a bevándorlás és állampolgársági hivatalnál, a kormányablakoknál, illetve a magyar konzuli tisztségviselőknél. Az állampolgársági eljárást azonban nem csak a járási hivatalokban lehet elindítani, hanem a kormányablakokban, a bevándorlási hivatalban és a külképviseleteken is.